Negyedik alkalommal került megrendezésre a Szekalmi Művelődési Központban az Egymilliárd Nő Ébredése, Táncoljunk Közösen az Erőszak Ellen című rendezvény, amely 1998-ban indult útjára, és azóta már világmozgalommá fejlődött. Szeretettel köszöntjük rendezvényünkön megjelenteket. Immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre Szekalmon az Egymilliárd Nő Ébredése, Táncoljunk Közösen az Erőszak Ellen kampány keretein belül esemény, mely 1998-ban indult útjára, majd világmozgalommá nőtte ki magát. A mozgalmat Eve Ensler 1953-ban New Yorkban született amerikai drámaíró, előadó művész, feminista, aktivista indította útjára, mert gyerekkorában családi erőszak áldozata volt. Ensler számára fontos volt, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, mindezzel pozitív üzenetet adva át a világnak. A kulcs a tudatosságban és a nyílt beszédben rejlik. A családban elkövetett erőszak egy jelentős része azért marad láthatatlan, mert maguk az érintettek sem tudják, hogy bántalmazás áldozataivá váltak. Semmilyen viselkedés, öltözködés, emberi tulajdonság nincs, amely legitimizálhatja a fizikai és lelki bántalmazás bármilyen formáját. Ha mindezzel tisztában vagyunk, és beszélünk a problémákról másokkal is, már sokat tettünk az erőszak felszámolásáért. A rendszerváltás utáni Magyarország első nőkongresszusát a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2013. november 11-én Budapesten szervezte, mely rendezvény díszvendége a globális kampány elindítója Eve Ensler volt. Magyarország ekkor csatlakozott a mozgalomhoz. Mára már a világ 207 országában nők, férfiak és gyermekek táncolnak az erőszak ellen. A világ országaiban minden negyedik nő bántalmazott. Ez 1 milliárd nőt jelent. Magyarországon sem jobb a helyzet. Minden harmadik nő ki van téve az erőszak bármely formájában, amely lehet testi és lelki. 2015-ben Szekalom is csatlakozott a mozgalomhoz. Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos kiállni a családon belüli erőszak ellen. A Tildi Zoltán Általános Iskola és Péter András Gimnázium tanulóival Balogné Győri Erika rajztanárnő beszélgetett az órákon az erőszakról. A gyerekek rajzformájában örökítették meg érzéseiket, gondolataikat, melyeket a Művelődési Központ előterében látható kiállításon tekinthetnek meg az érdeklődők. A tanárnő néhány mondatban beszél tapasztalatairól. Szeretettel köszöntök mindenkit. Szavak helyett a rajzok beszélnek legpontosabban a bántalmazásról és az erőszakról. Abban a helyzetben vagyok, hogy 6-tól 17 éves korú gyerekeket tanítok itt Szekhalmon, és minden korosztályt megkérdeztem és beszélgettünk az erőszak mindenféle formájáról, a bántalmazásról. Ebben a bántalmazási témakörben mi belevettük a szóbeli agressziót, a szóbeli bántalmazást is, ami elég gyakori az iskolában, hiszen nagyon gyakran csúfolják egymást a gyerekek, megbántják egymást a gyerekek. Természetesen a rajzok egy részét, amit megnéznek önök majd a kiállítás folyamán, a rajzok egy részén a szóbeli bántalmazás nagyon szépen megnyilvánul, nagyon szépen megrajzolták a gyerekek ezeket az érzéseket, fájdalmakat. A többi rajzon mindenféle fizikai bántalmazás, akár nemi erőszak is látható, illetve az állatkínzás, állatbántalmazás témakörét is belevettük a témánkba. Ezek a rajzok nem üdék, nem kellemesek, nem szépek, nagyon nyomasztóak. Azonban tudni kell a rajzok készítésekor, hogy nem saját tapasztalatokat rajzoltak le. Javarészét az elmondottak alapján fantáziarajzként mutatták be, és csak nagyon-nagyon kevés rajz van, a 150 rajzból körülbelül egy 4-5 eset az, ami valóban valós élmény, tehát amit átélt a gyerek.
Nagyon üdék a picik rajzai, a 6 évesek még az erőszakból, a bántalmazásból. Annyit értenek meg a maguk világában, hogy az állatokat bántják a rossz emberek. Úgyhogy ismétlődnek majd itt a picik rajzain, hogy a lovacskát ütik, mert hajtja a bácsi. Ez onnan ered, hogy ők egy sétájuk folyamán látták ezt, hogy egy lovaskocsis ember hajtotta a lovát és ostorral ütötte, és ez már az ők is lelki világukat eléggé felborzolta. Kérem szépen, műértő szemekkel nézzék a rajzokat. Azok a lovacskák nagyon soványak. Igaz, hogy kis dagik, de azok a kis hurkák az oldalán, azok a bordájuk. Tehát annyit kérnék, hogy a picikék, a 6 évesek nagyon üde rajzokat, hála a jó Istennek, nagyon üde rajzokat készítenek, hiszen az ő gyermeki világukat még az erőszak, az agresszió nem járja át szerencsére, mint már a nagyobb korosztályt. A nagyobbak képei nyomasztóbbak, súlyosabbak. A média bőven ellát bennünket erőszak témával, akár a híradó, akár a filmek, akár az internet világa, és a nagyobbaknál már igen-igen súlyos, kemény, komoly témák is megvalósulnak. Szeretném, ha végignéznének, a gyerekek nagy izgalommal készültek, hetekig készültünk rá, remélem, hogy tetszik majd a munkánk. Köszönöm szépen! A Tilti Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó csoportja 2 rövid művet fog bemutatni. Pándini Csajági Mária tanárnő vezetésével. Most a tanárnőt kérem, hogy egy pár mondatban. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy öröm számunkra, színjátszósok számára, hogy jelen lehetünk ezen a mai rendezvényen, hiszen pedagógusként napi szinten találkozok én is, úgy mint Erika, az iskolában az erőszak különböző formáival. Mivel felsőben tanítok, ott már nem csak a szóbeli erőszak, a kiközösítés, az egymás gúnyolása, ironikus megjegyzések a különböző gyengébb, vagy esetleg más gyerekekkel kapcsolatban, hanem ott már igen a verekedés, a lögdösödés is előfordul. Mi ezeket a témákat ragadtuk meg a gyerekekkel, mégpedig nem most kimondottan erre az alkalomra, hanem néhány hónappal ezelőtt volt egy országos versenyünk, és erre a versenyre készült ez a 2 színdarab. Mind a kettőben az erőszaknak olyan formáit mutatjuk be, amik sajnos az iskolában előfordulnak, és ezek a gyerekek, ha nem is átélői, hanem szemlélői, voltak már hasonló erőszakos cselekedetnek. Az egyik színdarabban szerepel egy fiatalember, aki éppen olyan cselekedeteket fog véghez vinni, ami hát elítélendő, és ő testesíti meg tulajdonképpen az erőszakot ebben a jelenetben. Azt szeretném elmondani, hogy ez a fiatalember egy nagyon kedves, rendes fiatalember. Tehát ő csak szerepet játszik, így kell ezt a 2 jelenetet nézni, hogy ezek a gyerekek kis színészek, szereplők, nem a saját életükből vették, és nem a saját jellemzőiket játsszák el, hanem ezek színdarabok. Én nagyon remélem, hogy ezzel a 2 jelenettel méltóak vagyunk ennek az ünnepnek, ennek a rendezvénynek a lebonyolításához. Köszönöm szépen! Itt vagy? Hát hol lennék? Persze, hogy itt vagyok. Mindig itt vagyok veled a fejedben, de ezt te is nagyon jól tudod. Jó, már megint kioktatsz. Figyelj, akár el is mehetem. Ne! Tudod, hogy bajban vagyok és segítened kell. Persze. Mire is mennél nélkülem? A problémát már tudom, hát akkor jöjjön egy kis segítség. Ördög. Angyal. Ez nem kérdés. Menj oda hozzájuk.
Tök jó fejek. Ebből a tök igaz. Gondolkodj. Nem a te színvonal az a társaság. Mi az, hogy nem az ő színvonala? Tutira kedvesebbek és megértőbbek, mint bárki az osztályban. Persze, és cigiznek, csavarognak és verekednek. Ha csak ennyit tudnak, akkor szóba se állj velük. Nézd, tartozni szeretnél valahová. Itt az óriási lehetőség. Rám hallgass, ne rakis nyálas. Ez nem nyálas. Mit akarsz, elzülleni? Ez nem züllés, ez szabadság. Édes szabadság. Tér már észre, verd ki a fejedből ezeket gondolj a gondolatokat. Gondolj bele, mennyi mindenre keresztül mentünk már egyet, akkor nem lesz. Sok emlékel. Elég! Pá, hát ez nem jött be. Hát nem. Jó, akkor kitalálok valami mást. Igen, megvan, ez jó lesz. Nézzük, milyen szép az életed. Anyu, anyu, képzeld el! Felébreszted a kicsit, most sikerült elaltatni. Apu, apu, azt akarom mondani... Jaj, kisanyja, most nem érek rá! Hóvégi elszámolás, én sosem tudom, hogy hol áll a fejem. A vers utolsó sorában pedig egy gyönyörű metaforával búcsúzik szerelmétől a költő. Gratulálok a felelethez, Lili. Hibátlan. Strébe. Példaértékű lehet mindenki számára. Természetesen ötös. Stréber nyalizós. Szia, Nagyi. Ráérsz? Persze, gyere csak, Lilikém. Baj van? Á, de hogy odabújnék kicsit hozzád. De nekem most mennem kell. Rendben, vigyázz magadra, szeretlek. Szia. Halló? Doktor úr, igen. Értem. Szeretném megkérni, hogy ez az információ maradjon közöttünk. Nem szeretném, hogyha a család megtudná. Mondtam már, hogy jó a hajad. Már kétszer. Meg kétszer, hogy szép a szemem, a ruhám, meg jó a cipőm. Leülünk. Tök jó idő van. Meg süt a nap. Igen, meg jó, hogy nem esik. Hát ez tényleg jó. Mondjuk cukik vagytok. Annyira, hogy ezt már nem is lehet titokban tartani. Holnapra tudni fogja az egész iskola. Nézd már! Itt hagyott a lovagod. Hát, nem egy hős típus. Mindjárt sír a kis mimóza. Szánalmas. Mit gondolsz? Nagyon jól tudod, hogy mit gondolok, vagyis még mindig nem tudom, hogy mit csináljak. Tessék. Ez meg mi? Óriási kérdés. Egy fehér lap. És várj. Már tudom, hogy azt fogod kérdezni, hogy mit csinálj vele. Találd ki. Fehér, színes. Na? Várj, jön valaki. Szia! Leülhetek? Még új vagyok a suliba, tegnap jöttem először. A 8D-be járok. Te? Én a B-be. Ez mi? Ez az én élet, vagyis egy feladat. Segíthetek? Fel kell ragasztani őket. Uh-huh. Itt jó? Igen, mondjuk azt rakd oda, ezt meg ide. Nagyon szép. Olyan, mint a kaleidoszkóp.
Te, van a suli előtti csapat fiú meg lány, előbb vertek meg egy hatodikost, és hatalmas nagy tömeg van, és ott van az összes tanár és Jézusom. Ismered őket? Megvertek egy hatodikost? Hú, hát nem ismerem őket, de nekem most mennem kell. Elkísérhetlek, és közben megmutatom neked, hogy hol a rajterem, mert tegnap találtam meg. Letörd át fénylő kristályszemcsék, mint mágnesként vonzó részecskék. Előre mutatják azt, hogy megértsd miért, nem vagy egyedül. Az én fájdalom. Megint híztam. Holnap az iskolában megint bántani fognak. Minden nap bántanak, ami miatt kövér vagyok. Tudom jól! Tudom! Kövér vagyok! Megyek. Begurulok az iskolába. Helyet, adjatok helyet! Megjött a dömper. Jaj, bocsáss meg, nem dömper. Bulldozer. Vigyázzatok, mert még elvázol valakit. Én ajánlok neked valamit. Ne napozz egyedül a strandon, mert még jönnek a Greenpeace-esek és visszadobnak a tengerbe. Amúgy lesz nem hétvégén díszlatos, nem akarsz beugrani? Vagy begurulni? Szívesen betöltenénk a hurkába. Digi-dagi daganat, kenyeti a halakat, de a halak ügyesek, digi-dagi elesett. Jaj, ne röpöd! Tessék, egyetek is malac. Az én fájdalmam. Anya, ígérem, nem fog többé előfordulni. Most is csak 5 percet késtem. Nem csavarogtam. Csak sokat kellett sorbálni a menzán. Anya, kérlek, ne mondd meg apának. Megint meg fog verni. Még mindig fáj. Az osztályban észrevették. Csúfol nap miatta. Kérlek, ne mondd el neki. Kérlek, anya, ne. Meg fog verni. Ne bántsatok. Kérlek, ne bántsatok. Mitől félsz, Nyuszika? Nem bánt a Bálint bácsi. Na, mondj már valamit, vagy megnémultál. Érzed ezt? A fájdalmat élvezni kell. Amúgy olyan vagy, mint egy húsüzem. Tele vagy hurkával. Az én fájdalmam. De várj, nem tudom, hogy itt vagy. Emlékszem rá. Totálisan. Biztos, hogy itt vagy. De már 7 óra. Jó, akkor legyen a matek. De hiszen annyi minden van még. 2 szorgalmi földrajzból, a vers irodalomból, és a fizika. Na jó, akkor legyen a fizika. Tanulnom kell. Sokat. Mindig. Kitűnőnek kell lennem. Azt mondta anyu, hogy szeretne büszke lenni már, ha már a bátyámra nem lehetett. És én tanulok, hogy büszke legyen, és boldog, és apu is. Tanulnom kell. Muszáj!
Csúszhagy Aliptek és Sztréber és lögd ide a matek házit. Neked tutira kész van, nekem nincs. Amúgy nem fáj ez neked, hogy folyton tanulsz? Nem hullik ki a hajad? Szoktál egyáltalán aludni? Tök szar lett neked. Na köszi Sztréber. Az én fájdalmam. Ahú, mama, hazajöttem. Gyere, kis unokám, ülj csak le. Kiváltottam a gyógyszereket, meg bevásároltam. Olyan jó vagy, kis unokám. Mi is lenne velem nélküled. Mesélj, mi volt ma az iskolában? Semmi, csak a szokásos. Ilyenkor pont olyan vagy, mint a megboldogult édesanyád. Ő is olyan jó lélek volt, mint te. Mama, ne kezd meg én. Mondtam már, hogy nem vagyok olyan, mint ők, nem is lesz-e? És érted? Érted?168 centi magas vagyok. 55 kilót nyomok. Két karom van. Két lábszárom. Két lábfejem. Két fülem. Tudok ízlelni, tudok szagolni. Tudok látni. Tudok hallani. Tudok érinteni. A vérem piros. A vérem piros. A vérem piros. A vérem piros. Lélegzem. Gondolkodom. Érzek. 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 A világon rengeteg nő válik nap mint nap erőszak áldozatává, legtöbbször saját családján belül. A rendezvény célja, hogy az érintett nők ne féljenek felemelni a hangjukat az erőszak ellen. A tánc meghatározott zenére és koreográfiára történt, melyet az önkormányzat előtti téren adtak elő a résztvevők. Tóth Zsófia elő fog adni egy verset, és kezdődik a közös tánc. És köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, a Szeghalomváros önkormányzatának, a művelődési központnak, és azoknak, akik támogatták a rendezvényünket, és mindenkinek, aki most itt van, és közösen táncol velünk. Denis Fún, a bőr. 5 láb, 6 hüvelyk magas vagyok. 150 fontot nyomok. 2 karom van, 2 lábszáram, 2 lábfejem, 2 fülem, 2 szemem, 1 orrom, 1 szájam, 10 ujjam, 10 lábujjam. Tudok ízlelni, tudok szagolni, tudok látni, tudok hallani, tudok érinteni. A vérem piros. A vérem piros. A vérem piros. A vérem piros. Lélegzem. Gondolkodom. Érzek. 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 I'm not afraid of anything.
A családon belüli erőszakról, a segítségnyújtásról kérdeztük Elek Juliannát. Szerettük volna megtudni, hogy mi a rendezvény célja, pontosan ki a célközönség, és úgy hányan vettek részt a táncon. A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet az erőszak ellen. A célközönség mindenki, tehát a gyerekektől a felnőttekig. Körülbelül 30 fő vett részt, illetve hát a közönség, aki megnézett bennünket, ellátogatott a rendezvényre. Kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent a One Billion Rising. A One Billion Rising, egy milliárd nő ébredése, ez azt jelenti, hogy a világon minden negyedik nő bántalmazott, ez egy milliárd nőt jelent, de sajnos szerintem már több. 1998-ban indult útjára ez az esemény. Eve Ensler, egy amerikai írónő, aki maga is erőszak áldozattává vált, 5 éves korától bántalmazta fizikailag is, és erőszakolta az édesapja, és felnőttként ő indította útjára. Mindig ugyanaz a zene, ugyanaz az a tánc, és mindig február 14-én van. 98 óta, és azóta 207 ország csatlakozott ehhez az eseményhez. Magyarország 1914-ben csatlakozott, és itt Szeghalmon pedig 4. alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt. Érdeklődtünk, hogy a Tildi Zoltán általános iskola tanulói miképp tudtak csatlakozni a rendezvényhez, és milyen rajzkiállítás nyílt. Úgy tudtak csatlakozni a rendezvényhez, hogy megkerestem a pedagógusokat, a rajztanárnőt is, illetve a színjátszó csoportnak a vezetőjét, hogy tudnának ebben segíteni, és hát mivel sajnos az erőszak az nagyon-nagyon mindennapos az iskolában is, így nagyon nagy szeretettel fogadták ezt a kezdeményezést, és ugye a gyerekek rajzoltak, az egész picikéktől, a 6 évesektől egész 17 éves korig, illetve hát a színjátszós csoport pedig a témával kapcsolatos előadást mutatott be. Megtudtuk, hogy kihez és hova fordulhatunk segítségét, ha családon belüli erőszak áldozataivá válunk. Mindenképpen forduljon segítséghez, sajnos ez még mindig tabu téma, úgyhogy ez nagyon nehéz, de akár a pedagógusokhoz, akár családsegítő, illetve a gyermekorvosi rendelőben, az orvoshoz, a körzeti nővérhez, a védőnőkhöz, tehát van több hely, ahova fordulhatnak segítségért, illetve van segítség, mert hát a családsegítő, ha kitudódik, akkor mindenféleképpen nyújtanak segítséget annak, akinek szüksége van rá. Kíváncsiak voltunk, hogy mit változtathat meg egy tánc. Hát a tánc ez egy figyelemfelkeltés tulajdonképpen, és ha már egy emberhez, egy nőhöz, aki családon belüli erőszak áldozatává válik, ha már egy embert megmentünk, vagy felkeltjük a figyelmét, akkor már megérte. Tehát úgy gondolom, hogy a tánc az, amivel nagyon ki lehet mutatni, és az embereket arra késztetni, hogy vegyenek részt és figyeljenek oda egymásra. Megtudtuk, hogy a közös tánc miként adhat erőt a bántalmazottaknak. Mindenképpen én nagyon bízom benne, hogyha valaki valamelyik, az erőszaknak valamelyik formája áldozatul esett, az látja, és ez a célunk, hogy lássa és tudja, hogy van segítség, és forduljon, és kérjen segítséget. Utolsó kérdésünkre pedig elmondta, hogy szerinte mennyire toleráns a magyar társadalom, amikor szóba kerül a családon belüli erőszak. Hát sajnos még mindig elég tabu téma, tehát én úgy gondolom, hogy erről még mindig nem beszélünk eleget, illetve hát sajnos nem is derül ki nagyon sok esetben, hogy valaki erőszak áldozatává válik, és hát tabu téma. Azért próbálunk ezzel a tánccal, ilyen rendezvényekkel, a rajzzal, a kiállítással felhívni a figyelmet, hogy tudják, hogy van segítség, és hogy számíthatnak segítségre. Amennyiben bántalmazás áldozatává vált és segítségre van szüksége, hívja a 112-es segélyvonalat.